A lányok 1600 méteres távjával kezdődött a 2023-24-es Diák Olimpiai Bajnokság mezei futóversenye. A megmérettetés idén is nagy népszerűségnek örvendett, több mint 400 székesfehérvári diák vett részt. A cél az, hogy a diákok minél fiatalabb korban kialakítsák az egészséges életmódot, és mindennapjaik része legyen a sport. A város általános iskolái jelentkeztek, ugye jövő héten lesz a megyei verseny, erre az első három csapat kerül be, és 453 gyermek jelentkezett, én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog ez. Köszönöm a felkészítő tanároknak, a testnevelő tanároknak, szülőknek, akik elhozták a gyerekeket. A versenyre nem csak egyéniben, csapatokban is lehetett nevezni. Ez a mai verseny a Székesfehérvár városi döntő, a második korcsoport, harmadik és a negyedik korcsoportosoknak, inkább úgy mondom, hogy a harmadik, negyedik osztályosok, ötödik, hatodik és a hetedik, nyolcadik osztályos lányok és fiúk versenye, ahol egyéniben indulnak, de a öt legjobb induló tanulónak az eredménye csapatban is érvényes, és abból a legjobb négy fogja megadni a csapat végeredményt. A lányok második korcsoportjában magas fölénnyel Láng Luca lett a győztes, aki már biztosan részt vehet a jövő heti döntőben. Heti négy futóedzésem van, vagy három, és 10 kilométert szoktunk nagyjából futni. A mezei futóverseny döntőjét március 20-án szerdán rendezik meg, a Palotavárosi Tavaknál, az István Király Általános Iskola mögötti füves területen.